Jó estét kívánok! Kérem, hogy senki ne utánozza a most következő elvetemült biciklis halálugrását. Egyrészt, mert elvégzéséhez laboratóriumi körülmények kellenek, másrészt, mert főszereplőjének már nagy gyakorlata van az efféle önsanyargatásban. Eddig megúszta. Kérdés, hogy nem most kellett volna-e abba hagynia. Neki tekerünk, és repülünk! Bender alias Farkas Norbert átlagosan 2 évente megőrül. Legalábbis ilyenkor jön rá az érzés, hogy valami olyat csináljon, amit senki más nem tenne meg. Most egy éppen használatban levő sóderbányában akar 16 méter magastól leugrani. Akár egy 4 emeletes lakóház. Elindulsz, és ha már elindulsz, akkor már tudod, hogy már nincsen megállás. És akkor addig mész, amíg le nem ugrasz. Törésekre lehet számítani. Törések, horzsolások, zuzordások. Négy éve már csúnyán megütötte a bokáját, amikor egy 6 méter magas tetőről vetette le magát. Akkor megúszta. Tovább folytatta szögdeléseit, persze egyre magasabbról. 2 éve kameránk előtt is bizonyított. Lézeres távolságmérővel ellenőriztem a magasságot, majd 15 méter volt. Bár elesett, az ugrást megúszta komolyabb sérülés nélkül, de ez sem volt elég. Megtekerjük, és itt kirántjuk. Valahol oda fogunk érkezni. Ott van a 2 nagyobbik fa, és pont közület, ahol nincs ott semmi gaz, látod? Még magasabbra, ez lehetne a jelmondata, és ő nem csak mondja, hanem meg is csinálja. Egy társával újabb halálugrásra vállalkozott. A bánya legmagasabb pontjáról vetik magukat a mélybe. Hosszas előkészületek után és a tőlük telhető legalaposabb biztonsági intézkedések mellett tervezték meg az ugrást. Üzenem a barátnőmnek, hogy majd lent találkozunk. Üzenem a barátnőmnek, hogy jó lenne, ha már lenne. A legfontosabb üzenetek, és jöhet a nekifutás. Túlélték, de hogy milyen kevésen múlott a dolog, az igazán csak lassítva látszik jól. Elég lett volna pár milliméter tévedés vagy bizonytalanság. Yeah, jó volt! A fiúk egyébként ez alkalommal nem csak úgy a semmiért ugrottak, hanem Willy Heinrich a kerékpárváltó feltalálójának tiszteletére. Alapból nem voltam ideges, de amikor már ott láttam, hogy gurulnak rá, na akkor már én is ideges lettem. Azért is csinálom, mert akkor elismerik, hogy valamennyire mégiscsak tudok bringázni. Adrenalin. Egyértelmű. Ja, és ezzel még korán sincs vége. Norbi idén még egy ugrást tervez, Babonából nem árult el pontos részleteket. Csak hogy szerepel benne egy budapesti híd és egy dunai uszá is. Ha tényleg nem csak mondja, hanem meg is teszi, mi ott leszünk, de önök ne próbálják utánozni.